Az egyik kaputól elindul a labda, a másik kapu előtt pedig hang után tájékozódva igyekeznek megakadályozni a gólszerzést. A Magyar Kézilabda Szövetség, Parasport Albizottsága és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség Nyíregyházán rendezte meg a bajnoki és kupasorozat első fordulóját. Idén 45 éves a csörgőlabda szakág, és 1978 volt, amikor a jugoszláv nemzeti válogatottól meg tudtuk tanulni az alapokat, és utána majd 2008-ban kezdődött el egy tárgyalás egyébként a Paralimpiai Bizottság és a Magyar Kézilabda Szövetség között, hogy hogyan lehetne a sportágot beintegrálni a Magyar Kézilabda Szövetség kötelékében. 2010-ben megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség Para Bizottsága, és ezen keresztül pedig megkötöttet a szerződés a Paralimpiai Bizottsággal. Innen kezdve elkötelezett támogatóvá vált egyébként a Magyar Kézilabda Szövetség a fogyatékkal élő személyeknek a sporton keresztül lehetőségek megadásával, rendezvények szervezésével, szakemberképzéssel, sportfelszerelések támogatásával. Mint a Szövetség Parasport Albizottságának elnöke elmondta, az országban több helyen igyekeznek sportolási lehetőséget biztosítani a látássérült fiatalok számára. Két államintézet van az országban, a Vakok Államintézet és a Gyengéllátók Intézet, ez mind Budapesten van, de vannak integrált intézményeink úgy Egerben, Győrben, Pápán, Debrecenben, amely összehozza azt a lehetőséget, hogy megtaláljuk azokat a fiatalokat az intézményekben, amely a régiókat köti össze, és azon vagyunk, hogy amely kisgyermek ebben a betegségben vagy helyzetben van, hogy gyengéllátó vagy veleszületett látássérülése van, azt mi megtaláljuk a sportágnak, és ha ő affinitást érez abban az irányban, hogy ő ennek van kedve, van szeretete abban, hogy foglalkozzon a csörgőlabdával, igen. Nagyon sok bázis egyesületünk működik az országban, akik tudják fogadni a sportolókat, és az a legnagyobb öröm számomra, hogy Nyíregyházán már 13 éve a Fehérbotese működteti a csörgőlabdát. A Vármegyei Közgyűlés alelnöke a sport jellem és közösség formáló erejét emelte ki a rendezvény kapcsán. Mi mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az érzékenyítésre és azokra a társadalmi kapcsolatokra, amelyek nagyon fontosak az életben és nagyon fontosak a közösség építésében. És itt egyébként elsősorban a köszönet az a Vármegyei Kézilabda Igazgatóságnak szól, hiszen ők nagy munkát fektettek abba, hogy ezt a országos bajnokságot ezt ide elhozzák, és úgy gondolom, hogy ennek az eredménye ez kézzelfogható. Nem csak a sport szellemiségében, nem csak abban a közösségépítő erőben, amit kézzelfogható és tapasztalható, hanem abban is, hogy valóban azok a fogyatékossággal élő fiatalok, akik itt megmutatják azt, hogy milyen sportolói kvalitásokkal rendelkeznek, és nyugodtan mondhatjuk, hogy azért a versenyek heve után egymás nyakába borulva tudnak örülni egymás sikerének, ez mindenképpen példaértékű. A kétnapos rendezvényen 7 felnőtt és 5 utánpótláskorú csapat összesen 16 mérkőzést játszott. A bajnokság és a kupa második fordulóját november végén Tatán rendezik meg.